Sziasztok! Nemrégiben ugye megjelent a DJI Action 2 kamerája. Előtte nem sokkal megjelent a GoPro Hero 10, és van még nekünk ugye egy InstaGo 2 kameránk, ami már egy picivel régebbi, azt már mutattam nektek, a Visvuppal is megrepteptem. A GoPro-t direkt nem mutattam be külön, mert hogy ugye akkor már voltak plegykák, hogy érkezik a kis Action 2. Ezeket most már mindenki használja, mind a földön, vizen, levegőben, és mégis nehéz a döntés, mert hogy nagyjából mind a három kamera egy árkategóriában mozog, de mégis mindegyikben van valami olyan plusz, ami miatt az egyik jó, a másik kevésbé. És nagyon nehéz a választás, hogy mit is válasszon az ember. Mert ha azt nézzük, van az InstaGo 2-nk, kis pici kamera, mint az InstaGo, 30 gigabyte beépített memóriája van, nagyon pici, 19 gram volt az előző, ez egy picivel nehezebb lett, tehát hogy nagyon jó mind drónokra, mind felrakni. Egyetlen egy probléma van ugye az Instákkal, hogy 1440p-s felvételt tud készíteni, illetve hát ez már többször bebizonyosodott, sajnos ugye, hogy egy kicsit melegszik, és a stabilizálással, illetve a képpel is volt némi probléma, ezt ugye írtátok a repülős videó alá. Na, és ugye akkor erre itt van például ugye az Action 2, mert hogyha ezt így ketté vesszük a mágnest, akkor van egy ilyen kis pici cuki kameránk, ezt már mutattam nektek egy külön videóban. Ennek a hátránya, ha lehet ezt így mondani, hogy ez így, ez a kis kocka, ez ugye így vízálló. Szintén van benne egy 32 GB-os belső memória, és ami a legnagyobb hátránya, hogy ez így nagyjából egy ilyen 20 percet bír. Tehát, hogy nem rossz, de azért 20 percnél kicsit többet is bírhatna. Ugyanakkor képes 4K-ban akár 120 FPS-t is. Ha ezt így rárakjuk, akkor ugye ez az alsó, ebből két verzió van, ez mondjuk most a dual screen-es, tehát van rajta még egy kijelző, van belőle egy olyan, hogy power combo, akkor ez csak egy plusz akkumulátor. Akkor így nagyjából egy ilyen óra környéket tud, most ugye már el is kezdett villogni zölden, nem tudom, hogy mennyi látszódik belőle, hogy elkezdi tölteni a kijelzőmet. Viszont, hogyha ezt így rárakom, akkor ez így már jelen pillanatban nem vízálló, mert hogy itt van rajta a töltőállomás, illetve az SD kártya slot is. Tehát ahhoz, hogy mondjuk ezt így tudjuk használni, akkor kell egy vízállótok. Viszont ha így használjuk, akkor nagyjából majdnem akkora, mint egy GoPro 10. És akkor már megint tényleg így egymás mellé téve, hogy akkor mit vegyen az ember? Mi szól, mi mellett, mi ez, mi az? Mind a kettőben van most már ez a horizontlok, tehát hogyha borítjuk a kamerákat, akkor szoftveresen egy bizonyos szintig ezt stabilizálja. Ez 4K-t tud, ez tud 5K-t is. Nem tudom, hogy ugye zoomolási lehetőségnél ugye nem rossz. Ami nekem nagyon szimpi a GoPro-ban mindig, hogy benne vannak ezek a szenzorok, ugye GPS, gyorsulásmérő és egyéb dolgok, és ennek a segítségével ugye ezeket az adatokat rá lehet tenni a videóra. És például ugye így mértem meg, hogy ami a falon van a Regisnél, ráraktam még a GoPro 7-est, bekapcsoltam, megvártam, hogy megtalálja a megfelelő műholdakat, a szenzorok kalibráltak, és elindultam repülni. És így például megtudtam, hogy talán 130 km, már nem is emlékszem pontosan, 130 km per órával képes menni ez a szél. És ez például, hogyha egy ilyen GoPro-t felteszünk a fejünkre síjelésnél, vagy autóversenyzés, vagy csúszda, vagy bármi egyéb dolog, akkor ezeket az adatokat így utólag rá lehet rakni. És nem azt mondom, hogy minden videónál szükséges, de szerintem ez egy tök jó lehetőség. Ilyen például ugye az Action 2-ben nincsen. Ugyanakkor, ha én azt nézem, hogy melyiket tudnám több funkcióra használni, akkor ugye, ha ezt leveszem, fogom, és felrakom a kis Visvuppomra, mert bőven elbírja, mehetek vele repülni. Ha éppen vlogolni akarnék, akkor fogom, rácsattintom a kijelzőt, és már van egy selfie kamerám, és nyomom vele a vlogot. Ha víz alá akarok menni, akkor ugyan vagy csak ezt viszem víz alá, vagy pedig ugye ezt az egészet belerakom egy vízálló tokba, és akkor úgy viszem. Tehát, hogy itt is megvan az a plusz lehetőségem. Nagyon nehéz a döntés. De hogy
ne beszéljek róla ennyit, jöjjön a szokásos videós teszt. Felraktam mind a három kamerát a rollerre, szintén nem fogom őket feliratozni, hanem csak meg fogom számozni, és majd a videó leírásába fogom rakni, hogy melyik szám melyik kamerához tartozik, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán, ha nem kattintotok rá, akkor így a videó alapján át fogja jönni a dolog. Úgyhogy induljon a roller teszt! Mit szóltok, milyen videókat produkált a három kamera? És ha már videó és előnyök meg hátrányok, akkor ugye a Hero 10 meg az Action 2 az egyetlen egy, hogy is mondjam, féle videót képes produkálni. Tehát amit beállítunk, hogy mondjuk 4K, 4K ultrawide, kész, akkor egy ilyen videót fog produkálni. Viszont ugye itt van a kis Insta Go 2, amiben egy 1-1-es szenzor van, ott az eredeti videó kvázi majdnem egy ilyen 360 fokos gömb. És vagy a telefonunk segítségével, vagy egy PC-s applikáció segítségével mi állítjuk be, hogy abból milyen fel képarány, illetve milyen stabilizálás legyen. Tehát például most ez a videó, amit láttatok, ugye én beállítottam a szokásos 16:9-et, és beállítottam a maximális stabilizálást. De ha akarom, akkor ugyanebből a videóból kivágok egy 9:16-ot, tehát egy állított videót, és már mehet a videó Instagramra, vagy bármilyen olyan social médiára, ahova állított felület kell. Ha azt akarom például, ugye, ha ezt felrakom egy FPV-re, ha akarom,
ugye ezt mutattuk annó is, hogy magát a flippet is kiszedi belőle, mert ugye van benne egy giroszkóp. De ha akarom, van benne FPV stabilizálás, és meg lesz a fordulás, ám a többit stabilizálja. Tehát ott van több lehetőségünk, úgymond az utómunkára, hogy egy videóból kvázi több videót tudunk szerkeszteni stabilizálással, ilyen stabilizálással, stabilizálás nélkül, ilyen képarány, olyan képarány. Itt ezek nincsenek meg. Tehát, hogyha itt mondjuk egy ilyet akarok, akkor el kell fordítanom a kamerát, és újra repülnöm, csúsznom, bármit kell. Úgyhogy nehéz a választás. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi tetszik a legjobban, mert most már tényleg nagyjából mindegyik egy gyárban van, úgyhogy a leírásba kattintsatok, nézzétek meg, hogy melyik kamera, melyik videót produkálta. Amúgy, ha valaki szeretné ezeket a kamerákat, a MyAction Cam-nél ki lehet bérelni, ki lehet próbálni, hogy meggyőzön titeket a videó minősége, és utána mehet a vásárlás. Ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek a többi videót, pár nap múlva találkozunk. Sziasztok!